Üdvözlök mindenkit új a focis témájú videóban, de legalább végre már vezetés közben tudok nektek dumálni. Na, beszéljünk egy kicsit még az Európa-bajnokságról, azon belül a magyar csapat teljesítményéről, de a jövőbeli teljesítményre gondolok most. Most teljesen extázisban van mindenki, hogy szereztünk pontokat az Európa-bajnokságon. Ez tényleg egy nagyszerű eredmény, ez tök király. Amin így megakadt a szemem, az Csányi Sándornak a nyilatkozata volt, hogy pár év és a top válogatottak között leszünk, ilyen top 10-et mondott, vagy top 5-öt. Hát nem tudom, hogy ezt mire alapozza. Most igen, történt egy nagyon jó dolog az országgal, ott történt egy nagyon jó dolog a labdarúgásunkkal, de ez a jó dolog az azért ne felejtsük el, hogy 5 évvel ezelőtt is megtörtént, és mikor így mentünk fel, Ben Storkkal ugye, meg még előtte ugye Dárdai Pállal, utána még Ben Storkkal, vagy hát igen, még Ben Storkkal elkezdtünk lefele menni, majd jött egy Lékenz, és azzal még lejjebb zuhantunk. Majd jött egy Marco Rossi, aki ezt visszahozta, csak hát most a kérdés az, hogy ezt a jó formát, ezt a fajta mentalitást, ezt mennyire tudjuk majd átmenekíteni, átmenteni a VB-s elejtezőkre. Hiszen azért lesznek ott kemény ellenfelénk, most ugye azt láttuk, hogy a lengyelek azok baromi könnyen kizúgtak az EB-n, mert volt egy Lewandowski-uk és annyi. Azt láthattuk még, amikor Budapesten játszottunk ellenük, hogy egyébként tényleg meg lehet őket fogni. Csak ne az legyen, hogy hatalmas arccal megyünk el majd Varsóba, és hogy mi most akkor itt nagyon megverjük őket, és utána meg mi kapunk egy szép kis zapót. Ez amit szerintem jó lenne elkerülni. Másik azt azért ne felejtsük el, hogy hosszú távon megragadni a top válogatottak között, az baromi nehéz. Ott van Izland példája, amely ugye jött fel, mint a higany, és már tényleg olyan országokat vertek meg, tehát például Anglia, aztán kijutottak simán a világbajnokságra is az EB után. Tehát ez a fellendülés náluk megvolt, de mégse tudtak élni vele. Persze lehet azt mondani, hogy egész Izlandon lakik 350 ezer ember, Magyarországon lakik kb. 10 millió, csak azt azért ne felejtsük el, hogy ott van, hogyha a top válogatottakat nézzük, az európai top csapatokat nézzük, top válogatottakat jobban mondva, hogy ott van például egy Németország, ahol laknak kb. 90 millióan, ott van egy Franciaország több 10 millió lakossal, Spanyolország ugyanez, tehát van hova nyúlni. És akkor persze lehet azt mondani, hogy ott van Kína, ahol 2 milliárd ember él körülbelül, és mégse egy futball nagyhatalom, voltak itt világbajnokságon, de nem nagyon tudok mondani futballsztárt, kínai futballsztárt. Tehát egyszerűen igen, nincs meg a hagyománya. Nálunk a labdarúgásnak persze nagyobb a hagyománya, mint mondjuk Kínában, de egyszerűen baromi nehéz felnőni ilyen futball nemzetek mellé. Ez egy nagyon tartós, jó forma kéne. Az a modell, ami most az elmúlt években van, az nem rossz, bár én még mindig azt mondom, hogy a legjobb megoldás az, hogyha a fiatal játékosaink nagyon hamar külföldre mennek, mert az NB1-nek még mindig megvan egy ilyen mérgező milliője, és nézzétek meg Szoboszlai Dominik, aki gyakorlatilag gyerekkora óta már, hát majdhogy nem gyerekkora óta már a osztrákoknál volt, és most Európa legnagyobb tehetségeként tartják számon, de lehet egyébként mondani ettől függetlenül más példákat, tehát ugye akik nem kerültek fiatalon külföldre. Ez is benne van. Én azt mondom, hogy hosszú távon ez lehet talán így a sikeresebb. Nagyon remélkedek abban én is, hogy kijutunk a világbajnokságra, és megvan a szansz, megvan az esély, csak ezt okosan kell kezdeni, mert 2016-ban én is így voltam vele, hogy Európát meglettük, megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, és utána meg egy nagyon nagy visszaesés volt, és azt mondtam én is, hogy jó, hát most megverünk mindenkit, annyira királyok leszünk, aztán sajnos mégsem voltunk annyira királyok. Ennyit szerettem volna ebben a videóban, én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!